Köszöntöm a stúdióban Németh Juditot, a Miskolci fürdők ügyvezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye hétvégén nyitnak a strandok. Mely strandok nyitnak és pontosan mikor? Holnap reggel 6 órakor megnyit a Selyemréti fürdő. Reggel természetesen az úszókat várjuk, és 9 órakor pedig szélesre tárjuk a kapuinkat. Jöhetnek a vendégek. És a Miskolctapolcai strandfürdő is. A Miskolctapolcai strandfürdő szintén 9 órakor nyitja meg a kapuit. Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy meg tudjuk nyitni ezeket a strandfürdőket természetesen. A Miskolctapolcai barlangfürdő is megnyit holnap reggel, úgy, mint máskor, azonban most már a kinti medencék is használhatók lesznek. Tehát ilyen szempontból a Selyemréti fürdő teljes kapacitással, a Miskolctapolcai strandfürdő, a strandfürdő részre várja szintén a vendégeket, és a barlangfürdőben ott még a múlt heti, illetve az azt megelőző esős időjárás miatt egy kicsit csúszásban van a kivitelező, de egy medence kivételével mindegyik medence használható. Tavaly ezt a medencét nem tudtuk használni, most burkolják már egy ilyen különleges technikával, úgyhogy a jövő hétvégén a gyerekek már azt is tudják használni. Ugye ezen a hétvégén a gyerekek és a családok, a felnőttek nem csak a medencéknek és a víznek, a jó időnek örülhetnek, hanem számos program lesz, de mielőtt ezekről részletesen beszélnénk, először arról beszéljünk, hogy milyen előkészületek zajlottak az elmúlt hetekben, hány hét alatt kellett felkészíteni a strandokat a nyitásra, és milyen munkákra volt szükség. Október 10-én zárt be a Selyemréti fürdő. Onnantól kezdve a társaságunknak kizárólag állagmegóvási feladatai voltak, illetve fenntartási feladatai. Sajnálatos módon el kellett, hogy küldjük az ott dolgozó embereknek, ott dolgozó munkavállalóknak a jelentős részét, nem tudtunk számunkra munkát biztosítani. Ezelőtt 3 héttel született meg az a döntés, hogy a fürdőket újra nyithatjuk. Gőzerővel kerestük a munkavállalókat, és azt gondolom, hogy ez egy különleges dolog, hogy a régi munkavállalóink azonnal jelentkeztek. Szerencsére ennek köszönhetően is nincsen probléma. Holnapi napon egy rendezett fürdőben fogjuk várni a vendégeinket. Ugyanez vonatkozik a tapolcai strandra, ahogy mi miskolciak mondjuk, hiszen akkor, amikor az Ellipsum strandfürdőt emlegetjük, akkor sokan azt gondolják, hogy most az élményfürdő fog megnyitni. Nem, a szabadtéri strand, ahogy mondtam, a Miskolctapolcai strandfürdő. Mind a két medencéjével várjuk a vendégeinket. A gyermekmedence még most úgy árválkodnak ezek a kis játékok, de bízunk benne, hogy holnaptól már nagy-nagy örömükre szolgál majd a gyerekeknek a játékok. A hétvégén pedig, ugye gyereknap lesz, hát természetesen nálunk is a gyerekekről fog szólni minden. Milyen munkákat kellett elvégezni, miket láttak, milyen hibákat kellett javítani? Egy fürdőben mindig van mit csinálni. A burkolatok megsérülnek, felválnak. Nagyon szigorú szabályok vannak, azt szeretném mondani, tehát, hogy a burkolatoknak hibátlanoknak kell lenni. Nagyon sok eső esett. Ez azt jelentette, hogy a fű nagyon-nagyon gyorsan nő. Azért a Selyemréti strand 3 hektár nagyságú, hatalmas nagy terület, hatalmas füves területekkel. Természetesen a díszburkolat közül el kellett, hogy távolítsuk a gyomnövényeket, az apróbb, sőt a nagyobb gyomnövényeket is. Azt az előbb nem mondtam, hogy minimális létszám maradt ezekben a fürdőkben. Csak azért, hogy egyértelmű legyen, a fenntartáshoz egy fő gépész volt például egyidejűleg a tapolcai strandfürdőben. És ugyanez volt egyébként a Selyemréti strandon, annyi, hogy természetesen takarítókat azért kellett foglalkoztatnunk, de éppen azért, hogy hatékonyan tudjunk működni, megváltozott munkaképességű munkavállalókat alkalmaztunk takarítói munkakörben. Egy kicsit bánatos vagyok, ugyanakkor örülök is, mert hogy
lehetőséget láttunk arra, hogy támogatott munkavállalókkal egészítsük ki a rendelkezésre álló létszámot. Sajnos csak 3 főt tudott már támogatni a munkaügyi központ egy topos pályázat formájában, de ez is azt jelenti, hogy legalább ennyivel is közelebb vagyunk ahhoz a célhoz, amelyet kitűztünk magunk elé. Úgy gondolom, hogy ez egy társadalmi szerepvállalás, hogy tényleg nagyon sok megváltozott munkaképességű munkavállalót alkalmazunk. Sokan vannak olyanok, akik nyugdíjasok, úgy jöttek vissza a mi nyugdíjasaink, és ahogyan említettem, a régi munkavállalók közül pedig nagyon sokan jelentkeztek. Talán ez azért furcsa egy kicsit, mert hogy mi elköszöntünk tőlük, mi nagyon szépen köszöntünk el a munkavállalóinktól, megpróbáltunk nekik állást keresni, állásbőrzét tartottunk októberben a Barlangfürdőben, ahol több mint 20 munkáltató jelent meg. Tehát egy olyan összefogás volt ez, ami úgy gondolom, aminek a gyümölcse úgy gondolom beérett. Ugye arról már említés esett, hogy októberben zártak be azok a strandok, amikről elsősorban beszélünk, ugye a Barlangfürdő az is egy összefogásnak köszönhetően nyitva maradhatott, de a két fürdő esetében ugye nyilván ez nem újdonság senkinek, hogy az energia válság miatt volt szükség a bezárásra. Most így visszatekintve mit látnak, mennyire volt eredményes a takarékoskodás? Úgy gondolom, hogy eredményesek voltunk. A tavalyi évi tervünkhöz képest lényegesen jobb eredményt értünk el. Annak ellenére, hogy ezek a lépések kötelező jelleggel meglépendők voltak, voltak olyan további események, amelyek azt eredményezték, hogy most ismét meg tudjuk nyitni a fürdőket. Mire gondolok? Először januárban beléptünk a gázár fixálásba. Ez azt jelentette, hogy lényegesen kedvezőbb áron kapjuk most már a gázt, hozzáteszem szeptember 30-áig, tehát addig van ez az árfixálásunk, mint amivel számoltunk. Ugyanez vonatkozik a villamosenergia árának a fixálására is. Ez februárban történt meg. Ugyanakkor abban az időszakban, ami októbertől eltelt, és addig, amíg megérkeztek azok az első számlák, amelyek már a fixált árakkal készültek el, hát bizony nagyon-nagyon nehéz helyzetben voltunk. Tehát oly mértékű volt a sokszorosára emelkedett a gáz ára. Példaként a Miskolctapolcai Barlangfürdőben a víz hőmérséklete nem elegendő, 31,5 fokos. Tehát ez a vízhőmérséklet nem elegendő ahhoz, hogy a fürdőként úgy tudjuk működtetni ezt az Európában egyedülálló fürdőt, hogy a vendégeink télen is visszajöjjenek. Egyébként nyáron is rá kell, hogy segítsünk a vízhőmérsékletének az emelésére. Akkor, amikor megérkeztek ezek az első gázszámlák, az első lépésünk minden esetben az volt, hogy részletfizetést, illetve halasztott fizetést kértünk. 60 napos csúszással kértük ennek a megfizetését, és gyakorlatilag ami beérkezett, amit csak tudtunk, pénz, azt azonnal fizettük az energiaáraknak a törlesztésére, hiszen akkor már csúszásban voltunk. Ugyanakkor van egy másik nagy olyan probléma, amely szerintem nem teljesen ismert a miskolciak számára. Ez pedig az, hogy addig, amíg a tavalyi évben és az azt megelőző években a hitelkamat gyakorlatilag a nulla körüli értéket mutatta, az most körülbelül 16%. És az elmúlt időszakban, az elmúlt sok-sok éven keresztül a Miskolci Fürdő Kft.-nek a hitelállománya nőtt. Amióta
ügyvezető vagyok, egyébként pont most jutott az eszembe, hogy körülbelül 2 évvel ezelőtt voltam itt, akkor önöknél, akkor, amikor kineveztek ügyvezetőnek, a Miskolci Fürdő Kft. Hitelállománya azonos összegű volt nagyságrendileg, mint amely most is van. Nagyon sok dolgot kellett azóta megcsinálnunk, nagyon sok mindenre kellett költenünk, a hitelállomány szerencsére nem emelkedett, de a hitelkamat az igen. Csak hogy értsék a nézők is, ebben az évben csak hitelkamatra 310 milliót kellett, hogy tervezzünk. De ez a hitelkamat magasabb lesz. Tehát sajnálatos módon emelkedett, bízunk benne, hogy lassan csökkenni fog. És abban is bízunk, hogy fogjuk tudni majd a tőkét törleszteni. Ugye, ahogy korábban is említettem, a barlangfürdőnek nem kellett bezárni, illetve nagyon rövid bezárási időszak volt, de aztán utána újra kinyitott. Hogy teljesített a barlangfürdőnek? Nyilvánvalóan a benti része, hiszen ahogy el is hangzott, a külső rész az szintén most fog majd megnyitni. Nagyon sok telefont kaptunk abban az időszakban, amikor zárva tartottunk. Ezt az időt mi nem fecséreltük el, akkor még a munkavállalóink is megvoltak, hiszen csoportos létszámleépítés esetén be kell jelentenünk, és ezt követően 30 napon túl kezdődik meg azoknak a munkavállalóknak a felmondási ideje, akik megkapják ugye a felmondásukat. Nos, mi október 3-án adtuk ezt át, és október 10-én bezárt a barlangfürdő is, és ezt az időszakot, ezt az októberi időszakot arra fordítottuk, ha már úgy is bezártunk, hogy bizonyos karbantartási feladatokat, amelyeket meg lehetett csinálni, előre hoztuk, hiszen minden évben január hónapban van az az időszak, amikor a barlangfürdő leáll. Nagyon sok mindent meg tudtunk csinálni, azonban olyan feladatokat, amelyek abszolút speciálisak, ilyen például kopogtatás, ugye akkor, amikor végignéznek a szakemberek, végignézik minden egyes szikrát, hogy mennyire van meg a kőzetállékonyság, vagy esetleg a kutaknak a karbantartása, azt tettük csak ilyen szempontból január hónapra, a többit előre hoztuk. Ennek volt aztán az a következménye, hogy január hónapban hamarabb tudtunk megnyitni egy héttel, mint ahogy az szokás volt éveken át. Tehát ebben az időszakban elvégeztük ezeket a munkákat, és mivel még ott voltak a munkavállalók, nagyon nagy szerencse volt ez, és nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, október 27-én újra tudtunk nyitni. Ahogyan mondtam, nagyon sokan kérdezősködtek, hiszen ez a fürdő abszolút egyedülálló Európában. Lehet, hogy máshol is van barlangfürdő, de ilyen természetes szépségű nincsen még egy itt. És annyira érdekes, amikor újra nyitottunk, egyből egy lengyel csoport érkezett. Tehát, hogy ennek nagyon nagy hírértéke volt. Sajnálatos módon annak is nagy hírértéke volt, hogy bezártunk októberben, de szerintem az ország minden pontjáról szurkoltak azért, hogy sikerüljön megoldanunk ezt a problémát. Sikerült. A hétvégére hogyan készülnek? Ugye említettem az elején, hogy vissza fogunk térni rá, hogy milyen programokkal, ugye nem csak a fürdőzés élményével, hanem rengeteg színes programmal várják a családokat, a gyerekeket ezen a hétvégén. Így van. Gyermeknapkor minden gyermeket ajándékkal köszöntünk. Egy ilyen kis kedvesség lesz az ő ajándékuk, biztos vagyok benne, hogy örülni fognak neki. Lesz táncház, mindhárom fürdőnkben, vasárnap délelőtt. Lesznek gyermekfoglalkoztatók, lesz sorverseny, családi sorverseny, lesznek csak gyerekeknek programok, lesz hajfonás a Selyemréti fürdőben, illetve a Tapolcai strandon, az Ellipsum strandfürdőben,
és természetesen sok-sok nevetés és vidámság. Ugyanakkor a felnőtteket szombaton este egy évadnyitó éjszakai fürdőzésre várjuk. Ugye most lesz először az idén, amikor már a kinti medencékben is lehet éjszaka fürdőzni, úgyhogy sok-sok szeretettel várjuk a vendégeinket. Én felhőtlen strandnyitást és jó időt kívánok erre a hétvégére. Köszönöm, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen.